You better watch out. You better not cry. Stoyan Ivkovicsal és családjával a karácsonyi készülődés közepén találkoztunk. A Jézuskának megírt levél előtt két fiúkkal, Milánnal és Márkóval ajándéknézőbe mentünk. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Na igen, az alma nem esik messze a fájától. Milán karácsonyra is sporteszközöket kér a fa alá. Az első a listán pedig egy kosárpalánk. Bravo. Talán furcsa, hogy egy kosaras házaspárnál nincs otthon palánk, de ennek az az oka, hogy nem akarják befolyásolni Milánt a választásban. 9-10 évig nem is szabad befolyásolni a, mondom, az három év focizott. Látszott, hogy full alkalmatlan a focihoz. Csak ha ezt szereti, csinálja meg. Én nem vagyok ennyire arra a gyerekek, hogy legyenek a kosarasok, mint mi. Csak a Milán most keményen beállt a foci után a kosárlabdáról, és a hetente háromszor edzi a Timinak a csoportja. És büszke mondom, ha nagyon jó is. Nagyon jó is, úgyhogy a valószínűleg szükség lesz a palánkra. Ezek után legalább Timi és Stoyan is megmérettetheti magát egy házi bajnokságon. Úgy látszik, a kisebb is örökölt labdaérzéket. Meg, várjál, apa megmutatja, jó? Várjál, bubo, buborék, hajmon, hopp. Most már te is. Úgy, úgy, nagyon jó. Engedje. Mielőtt tovább mennénk és bővülne az a bizonyos lista, az Ivkovics család karácsonyáról is essen néhány szó. 24-e alapvetően megyünk Fehérváron a Timi családjához. Anyuson főzi. Töltött káposzta a fő menü az én számom, és az a kaja, amelyik imádom. Ilyenkor anyukám tüsténkedik a konyhában. Hát ami nálunk még különleges, hogy Milán pont 24-én született, decemberben, úgyhogy ilyenkor délelőtt az egész család összegyűlik a szüleimnél, hogy őt megünnepeljük. Most 9 éves, és ilyenkor én sütöm a tortát, úgyhogy ebbe kiveszem a részemet. És akkor kicsi volt, és elmentünk a barátainkhoz, és meg a családtagjainkhoz, ugye mindenhol fel van díszítve ilyenkor a lakás, a ház, és akkor azt gondolta, hogy mindenki az ő születésnapja alkalmából díszítette fel a házat, és az nagyon tetszett neki. Egy kis labdázás után a sírészleg felé vesszük az irányt, ugyanis az Ivkovics család egyik része rendszeresen jár síelni a téli időszakban. Milán listájára talán a sícipő is felkerül. Milán, megy majd síelni. Nagypapival, meg anyával. Mi nagyon szeretünk síelni Milánnal, azt olyan nem tanult meg. Én mikor abba hagytam a kosárlabdát, akkor már nem volt rizikós megtanulni ilyen extra sportokat, és akkor beleszerettünk a síelésbe, úgyhogy mi ketten mindig elmegyünk télen síelni, főleg a nagyapával együtt. Na most már ezt is tudjuk, Stoyan tehát nem a sípályák ördöge. A síelés úgy néz ki, hogy elmegyünk síelni, és én egész nap a babával vagyok, várom őket, ők meg társaság többi része, este mondom már legalább iszunk valami, hula fáradtok mindenki, és ilyen 9 óra mindenki állsz, és én újra vagyok a gyerekei együtt. Most már Márkónak is nézzünk valamit. Stanko, gyere, hűj vele! Azt most már tudjuk, hogy a gyerekeknél nagyjából mi kerül a fa alá. Na de Timi és Stoyan? Én szoktam meglepetés okozni Timival mindig. Ő szokott bor venni nekem, mert az imádom, úgyhogy. Igen, azt olyan elég nehéz eset ajándékozás ügyében, de azért igyekszünk valami kis aprósággal meglepni, meg mi szoktunk a gyerekekkel saját kezüleg is készíteni ajándékokat a családnak, aznak mindig nagy sikere van. Nekem ilyen majdnem 50-es a cipő, és nehezen találom a cipőt. Nem minden ruhamérettel így vagyunk, mondom, azért is nehéz eset, mert nem lehet boltokban kapni ekkora méretet. Na persze az ajándékvásárlás mellett a sportember is előbb bújt a családfőből. Egy sportolónál nem létezi ünnep meg a szünet, meg a szabad napok, meg ilyenek. Azért mondjuk többszörösen jobban keresünk, mint az átlag ember, és úgy gondolom, be kell ezzel meg kell is mutatni a munkát. Azért reméljük, egy kis szusszanásnyi szünet mégiscsak akad az ünnepek alatt, hiszen ha máskor nem is, ilyenkor lehet családi körben pihenni egy kicsit, hogy aztán januártól minden kezdődhessen előről.